mivel úgy látom, hogy rengeteg zűrzavart okoz az a fajta téves tanítás, hogy Saul a törvény ellen beszélt, annak ellenére, hogy számtalan videót készítettem Saul írásairól is, még fogok is, megpróbálom egy rövid videóban bemutatni azt, hogy hogyan is értelmezik félre Saul írásait, hogyan is válik valóra az, amit második Péter harmadik fejezetben figyelmeztetett minket Kefa, azaz Péter. Nézzük meg, hogy mi is ez. Ez második Péter 3-as, annak okáért 14-es vers, annak okáért szeretteim, ezeket várván igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Ez ugye a Hoseach HaMásiach, a visszatérésekor. És Adonai hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok, amiképpen a mi szeretett atyánk fia, Saul Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint. Akkor hogy lehet az, hogy Péter nem vette észre, hogy Saul a törvény ellen beszél, hogyha ott élt vele, egy helyen tevékenykedtek, hirdették ugyanazt, szeretett atyánk fiának mondja, aki a néki adott bölcsesség szerint élt, hogy nem vette észre ezt. Ha pedig azt mondjuk, hogy Saul levelei nem hitelesek, de már akkor második Péter levelei sem hitelesek, meg a jelenések könyve sem hiteles, meg mit tudom én, mi még nem hiteles, akkor arra mi a bizonyíték azon kívül, hogy valami Simon mágus, meg Márkió, meg mit tudom én, kicsoda, mit írtak össze-vissza, amit mindjárt meg fogunk nézni. 16. Szinte minden levelében is erről ír, amikor ezekről beszél azokban, amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és az álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint egyéb írásokat is a magok vesztére. Pontosan erről beszélt, ami történik ma nem csak a kereszténység köreiben, hanem azok köreiben is, akik azt hirdetik, hogy Saul a törvény ellen beszélt. Egyrészt a kereszténység, ami erre épült, hogy félreértelmezték a magok vesztére, és most már van egy újabb mozgalom, illetve hát gondolom mindig is volt, akik megint csak nem tudták értelmezni, és azt gondolták, hogy a törvény ellen beszél, és hamis prófétának hívják ezért Sault, mint ahogy mindig is tették. Nézzük még egyszer, mit ír. Melyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és az álhatatlanok elcsűnek, csavarnak, mint egyéb írásokkal is teszik a saját magok vesztére. Tudatlanok és álhatatlanok, azok, akik nem értik, és azok, akik nem akarják érteni, azok mind erre hivatkoznak. Nem véletlen, hogy a keresztények 90%-a nem tud mást idézni, csak Saul korintusiakhoz írt levelét. A másik probléma az, hogy amennyiben valaki nem érti ezt, akkor valószínűleg annak nem adatott meg az, hogy értse ezt. Úgyhogy annak várnia kellene még azzal, hogy kiáll az emberek elé, és össze-vissza mindenféle dolgokat beszél. Ugyanúgy, ahogy minden egyéb írásokat is az emberek félreértelmeznek a magok vesztére. A probléma az, hogy most már a mások vesztére is teszik ezt. Egy dolgot mindenkinek érdemes figyelembe venni, mikor hallgat bárkire is, beleértve ezt a csatornát természetesen. Alapjában véve mindig a Ruach HaKodesh, a Szentlélek az, ami megmutatja az utat és az igazságot. Amennyiben mi rajta járunk az úton, akkor valószínűleg meg fogjuk tudni az igazságot előbb vagy utóbb. Az időt igényel, türelmet, alázatot, engedelmességet, és járni kell azon az úton. Teljesen mindegy, hogy ki mennyire tűnik magabiztosnak. A lényeg mindig az írás és az, amit ki tudunk szedni belőle a végén. Mi személyesen azáltal, hogy kialakítjuk a viszonyt a mindenhatóval, és az ő Ruach HaKodesh szent lélek, szent lelkével. Nézzük példabeszédek, mire figyelmeztet. A bolondnak úta helyes az ő szeme előtt, de aki tanáccsal él, bölcs az. A bolond is, ugyanúgy, aki az igazságot szólja, ugyanúgy azt hiszi, hogy jó úton jár. Még egy dologra figyelmeztetnék mindenkit, mielőtt kitérek erre a videóra. Második Kefa, második Péter, második fejezet így szól, így kezdődik.
Valának pedig hamis próféták is a nép között, amik éppen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és Adonai, aki megváltotta őket, megtagadván önmagukra hirtelen veszedelmet hoznak. A hamis proféta, a hamis tanító dolog egyáltalán nem újdonság, és Péter erről írt és erre figyelmeztet mindenki. Sőt, második vers, és sokan fogják követni azoknak romlottságát, akik miatt az igazság útja káromoltatni fog. Ez természetesen a kereszténység, hiszen az igazság útja az maga a törvények, a kereszténység az, aki azt hirdeti, hogy ilyen vagy olyan módon, de már nem kell a törvényeket betartanunk. Erről beszél itt, és természetesen mindazokról, akik félreértelmezik különböző írásokat. Úgyhogy akkor ugyanez a Péter a harmadik fejezetben így folytatja, amiről már szó volt. És Adonai hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok, amiképpen ami szeretett atyánk fia Saul Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint. Aki a hamis profétákról ír az előző fejezetben, a következőben dicséri Saul Pált és a testvérének tartja. Akkor vagy Péter is hazudik, Saul is hazudik, a jelenések könyve is hazudik, meg mindenki más hazudhat, vagy pedig elfogadjuk azt, hogy ez a 66 könyv minden egyes eleme Jahuántól érkezett azért, hogy mi megtaláljuk azt az utat, vagy elkezdünk filozofálni, meg elkezdünk össze-vissza kutatni mindenféle könyveket. Ez a legnagyobb probléma. De nézzük meg, hogy mennyi butaságot lehet találni már csak ebben az egy idézetben is, ugye ez természetesen Wikipédia. Mi más? Márkion szembeszállt a pogány keresztény egyházi megalkuvásokkal. Miért lenne az probléma, ha valaki szembeszáll? Én nem védem Márkiont, én nem is ismerem, nem is érdekel, hogy mit csinál. Teljesen jelentéktelen. De meg fogjuk látni azt is, hogy miért jelentéktelen, hogy mit mondott Márkion, vagy Tertullianus, vagy milyen mágus, vagy akárki. Teljesen jelentéktelen, hogy ők miket mondanak. A lényeg az, hogy szembeszállt a pogány keresztény egyházi megalkuvásokkal. Miért is probléma az? Ezt nem látom. Visszahelyezte jogaiba a világ végét váró reménységet, az ezzel összefüggő aszkézist. Én nem azt mondom, hogy az aszkézis az az út, én azt mondom, amit mindjárt meg fogok mutatni mindenkinek, és majd mindenki eldönti, hogy ő mit gondol. Ételben, italban mértékletességet követelt meg. 5 Mózes Debarim 8-as fejezet így szól. 3-as vers. És megsenyargatta téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember, ami a Huának szájából származik. Még egyszer mondom, én nem azért harcolok, hogy Márkion, vagy mit tudom én, kinek igaza van, én azt mondom, ami ide le van írva. Ha ő azt hirdette, hogy a mértékletesnek kell lenni az ételben, az italban, akkor az azt kell, hogy mondjam, hogy ez eléggé hasonlít. De nem csak 5 Mózes, a Tanák ír erről, hanem ugyanúgy Lukács is ezt mondja, a Húsa, a megváltó pedig felele néki mondván, meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Elohimnak minden igéjével. Máté ugyanezt erősíti meg, a Húsa pedig felelvén mondta, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Elohim szájából származik. Máté 6.25, Jahusa másják a megváltó így szó. Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjak a ti éltetek felől, mit egyetek, mit igyatok sem, a ti testetek felől, mibe öltözködjetek, avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Szóval a lényeg nem az, hogy még egyszer mondom, hogy ezeknek a bohócoknak, Márkionnak, mit tudom én, kinek igaza volt, vagy sem. A lényeg az, hogy Saul mindig következetesen a Torát hirdette, és a megváltóba vetett hitet. Aki ezt meg akarja kérdőjelezni, annak az írással kell érvelnie, nem mindenféle embereknek az össze-vissza írkált dolgaival. Különösen akkor, mikor azok az írás által vannak alátámasztva. Jó, megtiltott a házasodást, mindjárt meg fogjuk ezt is nézni, ez természetesen a katolikus pogány hagyományok, ugyanúgy, hogy a keresztények, ugyanúgy az összes többi, teljesen mindegy. Én még egyszer mondom, Márkion nyilvánvalóan egy hamis proféta volt, de hát Márkiont, vagy Sault felelősségre vonni azért, mert valakik félreértelmezik az ő írásait, az egy elég kifacsart logika. Nézzük a következőt, és a hívők kötelességét tette, vértanúságig menő hitűséget, álhatatosságot nézzük meg, hogy erről mit ír az írás.
Természetesen jelen is a könyvét is megkérdőjelezik ezek az emberek, akik ezeket a tanításokat hangoztatják, azonban mi nem, úgyhogy nézzük meg Hegelül, jelen is a könyv 20-as fejezet, 4-es vers, így szó. És látnék királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel, és látám azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a húsa bizonyságtételért, és Elohim beszédéért. És akik nem imádták a fenevadot sem annak képét, és nem vették annak bégét a homlokokra és kezékre, és éltek, és uralkodtak Hamásiákkal 1000 esztendeig azok az emberek, akik a halálig hűségesek maradtak, akik vértanúk maradtak a halálig. Akkor, ha Márkion állítólag ezt hirdette, akkor az miért probléma? Így szól a megváltó maga Jehusá Hamásiák Lukács 21-es fejezetében. Elárulnak pedig titeket szülők, testvérek és rokonok is, és megölnek ti közületek némelyeket, és gyűlöletesek lesznek mindenki előtt az én nevemért. Úgyhogy erre mindenkinek fel kell készülnie, aki nem hajlandó erre, az valószínűleg a hite nem elég erős, úgyhogy ha Márkion ezt hirdette, nem tudom, hogy miért probléma ez, hogyha Jehusá Hamásiák a megváltó ugyan ezen volt. Apostolok cselekedetei 9-es fejezet, ugye vagy ezt is megkérdőjelezzük, vagy pedig elfogadjuk, én az egész, mind a 66 könyvet elfogadom úgy, ahogy van, én 100%-ig meg vagyok győződve róla, hogy következetesen ugyanazt hirdeti, mint ahogy így is van, aki nem így látja, az sajnos félreértelmezi. Apostolok 9, így szó, mondta pedig néki Adonai, ez ugye Jehusá Hamásiák, eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Jasará Izrael fiai előtt. Jehusá Hamásiák mondja ezt, úgyhogy érdemes mindenkinek elgondolkodni azon, hogy mi az, amilyen véleménynek tapsol, hiszen vagy ellene megy a megváltónak, vagy pedig vele játszik egy csapatban, úgyhogy ez két választási lehetősége van. Amennyiben elfogadjuk, akkor meg kell értenünk azt, hogy a Jehusá Hamásiák mondta azt, hogy Saul az ő választott edény, ugye maga a test, ő egy választott embere neki, aki az ő nevét hordozza a pogányok, királyok és Izrael fiai előtt. 16. Mert én megmutatom néki, mennyit kell néki szenvedni az én nevemért. Úgyhogy a szenvedés Márkion valószínűleg onnan vette, hogy ő olvasta ezeket a dolgokat, és értette legalábbis egy részét annak, amiről itt szó volt. És ugye még egyszer, ez a vértanúságig menő hithűséget kötelezővé tette, és az álhatatosságot. Nézzük meg akkor még egy verset erre. Ja, Hökkanon János 15-ös fejezet, így szól 20-as verse, Jehusá Hamásiák a megváltó szól ismét. Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek. Nem nagyobb a szolga, az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd, ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivel hogy nem ismerik azt, aki engem küldött. Ha nem jöttem volna és nem beszéltem volna nékik, nem volna bűnök, de most nincs mivel mentenék az ő bűnöket. Ő ugyanúgy tisztában volt azzal, hogy üldözni fogják azokat, akik az ő útját hirdetik, mint ahogy mind a mai napig. Ez így van, sőt, a közeljövőben ez ennél sokkal intenzívebb lesz, úgyhogy erre jobb, ha mindenki felkészül, hogy az, amiről szó volt, hogy a halálig tartó vértanúság, az bizony némelyeknek lesz a sorsuk. Nézzük meg ezt a házasságot, hamarosan meg fogjuk vizsgálni, hogy ki valójában mit hirdet. Nézzük tovább azonban ezt a videót. Ugye erre a videó szerzője azt a példát hozza fel, ami 1 Korintusi 7-es fejezetben ír, Saul, szeretném, ha mindenki úgy élne, mint én, de Elohim mindegyikünknek más-más ajándék adott, az egyik ilyet, másiknak másét, akik még nem élnek házasságban, vagy már megözvegyültek, azoknak azt üzenem, jobban teszik, ha továbbra is egyedül maradnak, mint ahogyan én is élek. Ugye ez talán a legeslegjobb példa arra, hogy hogyan lehet félreértelmezni az írást, vagy szándékosan, de szerintem ez minden bizony a tudatlanság és véletlen műve, azonban így értelmezi félre az ember az írás. Ez egy iskola példája annak, hogy hogyan lehet ez. Két vers van kiragadva, mindjárt megmutatom, hogy melyik ez a kettő, 1 Korintusi 7. fejezetből, ugye szeretném, ha mindenki úgy élne, illetve akik még nem élnek házasságban, kezdetű vers. Az írás nem lehet úgy értelmezni, hogy az ember kiragad egy-két
verset, és azt aztán megpróbáljon megmagyarázni úgy, ahogy ő gondolja, ez a teológia lényege, ezért tartott a világ, ahol tart, hiszen az emberek kiragadnak egy-egy mondatot, és azt próbálják a filozófia, illetve a logika segítségével megválaszolni, illetve megfejteni, míg ha csak hagynánk egyszerűen, hogy az írás megfejtse önmagát, sokkal egyszerűbb lenne a dolgok. Hetes vers, illetve a tízes az, amiről a szerző ott beszél, ugye, mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én. Nézzük azonban meg, hogy hogyan kezdődik ez az egész, hogy valóban Saul a házasság ellen beszél-e, vagy sem? Mert ugye ez a nagy kérdés. Ez Saul korintusiakhoz írt levelének 7. fejezet az első levélből. Amik felől pedig írtatok nékem, jó a férfiúnak asszonyt nem illetni. Már én itt egyből megállnék, és észrevenném azt, hogy amik felől pedig írtatok nékem, ti írtatok nekem előbb, és erre válaszolok most. Ez az, amit a legtöbben elfelejtenek Saul írásaival kapcsolatban. Ezek a levelek válaszok bizonyos kérdésekre, amiket az emberek feltettek Saulnak. Mi nem tudjuk az előzményeket, és a legtöbb ember nem ismeri a körülményeket, ahogyan a korintusiak éltek abban az időben. Kik voltak ők egyáltalán? A legtöbb embernek fogalma sincs erről. És így próbálja értelmezni Saul leveleit, míg ezek válaszok bizonyos kérdésekre, amiket ők feltettek neki, erre írja a választ, ezzel kezdődik, erre hívja fel a figyelmet. Jó a férfiúnak asszonyt nem illetni. Nézzük meg, hogy ez mit jelent valójában. De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, minden asszonynak tulajdon férje. Pont. Akkor hogyan beszélhet a házasság ellen, mikor itt írja, hogy mindenkinek legyen saját felesége, meg mindenkinek legyen saját férje. Az egy dolog, hogy ő úgy látja, hogy jó a férfinak asszonyt nem illetni. Ugye a férfi, ha nem illet asszonyt, akkor tiszta marad. Erre számtalan példát lehet az írásból idézni. Nézzünk meg egyet erre. Ez pedig első Samuel 21, azaz Samuel Aleph 21-es fejezet, ahol is ugye Daud menekül Saul elől, és bemegy a templomba, és éhesek, így szól, hogy a paphoz, Dávid mondja a papnak, a király bízott rám valamit mondanékem, senki se tudja meg azt a dolgot, amiért elküldélek téged, és amit parancsoltam néked, ezért szolgákat elküldém erre és erre a helyre. Most azért mi van a kezednél? Adj 5 kenyeret nékem, vagy ami van, bármit csak adj ennem, ugye erről beszél Daud. Felele a pap Dávid, és mondta, nincs közönséges kenyér a kezemnél, hanem csak szentelt kenyér van. Ha ugyan a szolgák tisztán tartották magukat, legalább az asszonytól, amennyiben az ember nem élne életet, vagy távol tartja magát az asszonyoktól, akkor tisztának minősül. Én nem azt hirdetem, hogy ne legyen az embernek felesége, vagy ne éljen házasságban. Én azt mondom, ami ide van írva. Ha ugyan a szolgák tisztán tartották magukat, legalább asszonytól, Saul nem azt mondja, hogy ne legyen felesége az emberek, azt mondja, hogy jó a férfiúnak asszonyt nem illetni. De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, minden asszonynak tulajdon férje. Pont. Úgyhogy nem értem, hogy lehet erre azt mondani, hogy Saul azt hirdeti, hogy az ember ne legyen házas, vagy ne éljen házas élet. Továbbá, a feleségnek adja meg a férje köteles jó akaratot, hasonlóképpen a feleség is a férjnek, és itt már a házasságról beszél. Nézzük meg az 5-ös verset. Ne fosszátok meg egymást, hanem ha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és imádkozásra, azután együvé térjetek. Ez ugye arról beszél, hogy a nemi együvé térjetek, ez a maga a nemi élet, amennyiben megbeszélik, hogy böjtölnek a nemi élettől, és imádkoznak, akkor együttesen döntsék el ezt, de egyébként ne fosszák meg egymást a nemi élettől. Erről szól ez a három sor,
Miért? Azért, hogy a satán meg ne kísértsen titeket, mivel hogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. Amennyiben nem vagytok képesek erre, akkor satán meg fog kísérteni a ugye a bujaság szellemével, meg aztán egyéb más problémák fognak előállni. Erről beszél itt. De nézzük meg a hatos, hogy mit van. Ez pedig kedvezésképpen mondom, azaz tanácsképpen nem parancsolat szerint. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy ez az ő véleménye, amit itt leír. Attól függetlenül, hogy teljes mértékben logikus, amit mond, illetve harmóniában van az írással, ennek ellenére kijelenti azt, hogy ez nem egy parancsolat, ez az ő tanácsa az embereknek. Hiszen tudja, hogy a test kívánalmai azok mindig is problémát fognak jelenteni a legtöbb ember számára. Hetes vers, mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is. Nyilván, hiszen akkor tiszta lenne az ember, akkor mindig oda tudna állni a teremtő elé, és akkor nem lennének ezek a problémák a tisztátalansággal, ami a nemi élet következménye. De kinek tulajdon kegyelmi ajándéka vagyon Elohimtől? Egyiknek így, másiknak úgy. Valaki meg tudja állni, valaki nem, attól függően, hogy Elohim milyen ajándékot adott neki. Van, akinek nem kell, mert nem ez a feladata, van, akinek meg kell, mert így jobban tud fókuszálni az útra. Az út a lényeg, Elohim útja a lényeg, nem az, hogy mi együnk, ígyunk, vagy jól érezzük magunkat, vagy nem életet élessünk, amikor csak akarunk. A lényeg nem az. A lényeg Elohim útja és Saul erre hívja fel a figyelmet. Nem parancsokat osztogat, hogy az ember nem házasodhat, hanem tanácsokat oszt, mint ahogy ő azt el is mondja minden egyes esetben. Itt egy következő vers, mondom pedig, ugye ezek kimaradtak, a 7-es benne volt abban az idézetben, azonban a 8-as már nem, mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nekik, ha úgy maradhatnak, mint én. Azt hiszem még ez is benne volt. De ha magukat meg nem tartóztathatják, ez viszont kimaradt, házasságban éljenek, mert jobb házasságban élni, mint égni. Akkor hogyan beszél Saul a házasság ellen, mikor azt mondja, hogy jobb házasságban élni, mint égni? Arról beszél, aki nem tudja megtartóztatni magát, akinek szüksége van arra, hogy nem életet éljen, annak jobb házasságban élni, mint paráználkodni, vagy azon gondolkodni egész idejében a bujaság szelleme miatt. Erre hívja fel a figyelmet, ezért mondja, hogy ez egy tanács, nem pedig parancsolat. 10-es vers pedig így szól, azoknak pedig, akik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem Jahua, hogy az asszony a férjétől el ne váljék. Ez pedig egy újabb felhívás arra, hogy ez az ő tanácsa, nem egy parancsolat. Hagyom nem én, hanem Jahua. Annak ellenére, hogy ez tökéletes harmóniában van a megváltó szavaival, és Jahua szavaival a tanákból, annak ellenére figyelmeztet mindenkit, hogy ez az ő véleménye, nem pedig egy parancsolat Jahuától, hiszen az a válás az tiltott az írás szerint. Ami harmóniában van, ismét csak Jahusach másiák a megváltó szavaival, Máté, Jahu Máté 5-ös fejezet így szól. 32-es vers. Én pedig azt mondom néktek, ez ugye a Husák, másiák, valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt, és aki elbocsátott azt, hogy veszene el, paráználkodik. Nem ugyanezt mondja Saul itt, hogyha pedig elválik, maradjon a házasság nélkül, vagy béküljön meg a férjével, és a férj se bocsássa el a feleségét. Hiszen ha nem marad meg házasság nélkül, akkor pontosan az történik, amiről itt beszél. A elbocsátott asszonyt veszel, az paráználkodik, tehát bűnt követel, ezért mondja, hogy maradjon házasság nélkül az, akit elbocsát a férje, mivel nincs más választása, hiszen ha nem marad házasság nélkül, akkor paráznaság bűnét követi el. Ez a megváltó szava, de nem csak a megváltó szava, Jeremiáhu, Jeremiás 3-as fejezet, így szól, nos hát, ha valaki elbocsátja az ő feleségét, és ez eltávozik tőle, és más férfiú lesz, vajon visszamehet-e még ő hozzá? Nem lenne-e az a föld fertelmesen megfertőztetve? Te pedig sok szeretővel paráználkodtál, visszajönnél hozzá, mondja Jahua. Hiszen amennyiben elbocsátja valaki a feleségét, és az másé lesz, az paráznaságot követel, és nem csak, hogy az a paráznaság, hanem nem veheti vissza a feleséget ugyanúgy, ahogy itt a megváltó mondja, ugyanerről beszél Jeremiáhunak,
Yahuwah, és ugyanezt mondja Saul. Utolsó a korintusi abból 12-es, és egyebeknek pedig én mondom, én nem Yahuwah, hiszen erre nincsen parancsolat, ami most jön. Én mondom, nem Yahuwah. Azért fejezi ki ezt így, mert tudja, hogy erre nincsen leírás. Ez egy olyan szabály, amit ő az ő tudása szerint tanácsként ad az embereknek. Ha valamely atyafiának hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt, ugye korábban Izraelben nem voltak hitetlenek, hiszen egy közösségként éltek, azonban a megváltó idején már ugye a különböző fogságokból visszatérve, szétszóródva éltek, ezért tanácsot ugyanúgy, ahogy napjainkban. Akinek hitetlen felesége van, ezzel éljen. Erre példa az egész korintusi levél, nem arra, amilyen közösségben ők éltek, abba a közösségben, amiben mi élünk, ahhoz szeretne segítséget nyújtani. Tudja, hogy jobb, ha egyedül van az ember, mint hogyha küzd egy olyannal, aki egyáltalán nem érdekli az út, vagy csak félig meddig, és az egész élet egy állandó küzdelem, mint ahogy számtalan ember tanúskodhat erről, akiről csak én tudok az életükben, az egy szerencsés dolog, hogyha mindkettő együtt járja az utat, azonban ha nem, annál egyszerűbb, ha az ember egyedül van, és vár, míg talál valaki olyat. Én nem azt parancsolom, hogy ne nősüljön, mert ugyanúgy az Saul. Én azt tanácsolom, hogy egy jobb ötlet egyedül maradni addig, amíg talál megfelelőt az ember, mint hogy egy hitetlennel küzdködjön. Erről beszél Saul mindvégig itt. Ez a probléma, hogy az emberek nem értik azt, amiről Saul beszél. Össze-vissza olvasgatnak mindenféle könyveket, mindenféle emberektől, és azokat próbálják meg az írás alapján értelmezni. Illetve az írás, azok alapján a könyvek alapján az írás önmagában lehet értelmezni, ahogyan azt most mindenki remélhetőleg meglátta. Még villámgyorsan csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy egy újabb probléma van ezekkel a videókkal, az pedig a következő. Ez egy idézet, amit el sem olvasok, mert szerintem arra sem érdemes, de The History of the Interpretation of the Apostle Paul by Dr. Peter M. Head. Ez az első könyv, ami ebben a 7 perces videóban szerepel, mit tudom én kiírta, teljesen mindegy, hogy hogyan értelmezi ő a Saul írásainak a magyarázatát, illetve ennek mi a története. Itt egy újabb idézet, ez T. Alec Burkill, The Evolution of the Christian Thought. Szóval ez egy második könyv, ami szintén nekem elképzelésem nincs, hogy mi kiírta, vagy miről szól. A lényeg az, hogy ez egy könyv, ami nem az írás. Egy következő könyv, és itt már kezd nevetséges lenni a dolog, itt valami Simon Mágusról van szó, aki egy gnosztikus karakter, ugye az írásban szerepel, aki mindenféle csodákat hajtott végre, és meg akarta venni az üdvösséget, vagy a Szentlélek erejét pénzért. A lényeg nem az. Kit érdekel, hogy Hans Küng a The Church című könyvében mit ír Simon Mágusról, meg Markionról, mikor Saul írásairól van szó, miért nem az írást olvassa valaki, mikor ez egy parancsolat, ez egy felhívás az írásban, hogy ne olvassunk össze-vissza mindenféle könyveket. Itt egy negyedik könyv, James D.G., The Cambridge Companion to St. Paul, ugye ez egy magyarázat a Cambridge-i egyetem által, gondolom én, Saul írásaihoz, ami James D.G. szerzett ezt a könyvet, ebből jön egy újabb idézet, ez a negyedik könyv a 7 perc alatt. Ez pedig a nevetséges kategória, Will the real heretics please stand up? Ebből is jön egy idézet, mit tudom én, mi ez, vagy ki, mit ír, ez az ötödik könyv, amiből idézget a videó készítője, azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene Saul írásait értelmezni. De a csúcspontja az Simon Mágus, ami egy idézet Simon Mágustól, nem is tudom, hogy ez valóság, vagy ez valamiféle vicc. A lényeg az, hogy ilyen dolgok szerepelnek ebben a videóban, mint amik bizonyítják azt, hogy Saul az írás ellen beszélt. Szóval a lényeg az, hogy Simon Mágus, meg Márkió, meg mit tudom én, kicsoda könyvei alapján azt próbálja bizonygatni, hogy Saul az írás ellen beszél. Nézzük meg, hogy mit mond erről az egészről az írás maga. Ez pedig Prédikátor könyve, Kohelet 12. fejezet, 14-es vers, így szól. Ez csak arra, hogy 5 könyvet látunk ott 5 perc alatt felsorolni össze-vissza mindenféle
zagyvaságokat, az idézett Simon Mágus, meg ilyen dolgokat. Nézzük, mit ír az írás erről. 14. Mindezekből, fiam, intessél meg! Ez egy parancsolat. Intessél meg! A sok könyvek írásának nincs vége, sok tanulás fáradtságára van a testnek. Sok könyvek írásának nincs vége, sok tanulás fáradtságára van a testnek. Mi akkor a feladatunk? 15. A dolog summája, mindezeket halván ez Elohimet féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga, ez az ember feladata. Az, hogy ki milyen könyvekből tud idézni, ki milyen dolgokat tud felhozni, annak az teljesen mindegy. Ha az írásból nem tudja valaki bebizonyítani azt, amit szeretne, mint ahogy láttuk, hogy nem lehet, hiszen Saul a korintusi levelekből sem azt ír, és még az a Márkion idézetek is összhangban vannak az írása jobban, mint ez az egész videó, amit elemeztünk. Így nehéz bebizonyítani azt, amit az ember szeretne. A lényeg az, hogy a sok össze-vissza könyvek olvasásának nincsen értelme. Teljesen mindegy, hogy szép irodalom, filozófia, teológia, amit látjuk, minél közelebb kerülünk a teológiához, annál veszélyesebb a helyzet, hiszen az embert összezavarja ez a sok zagyvaság, ezért mondja, hogy a sok tanulás fáradtságára van a testnek. Sőt, a másik probléma az, hogy össze-vissza olvasgatni ezeket a dolgokat azoktól az emberektől, akiket a világ nagyra tart, akik állítólag okosak, meg egyetemet végzettek, meg teológiát, meg mit tudom én, mit tanultak. 1 Korintusi 3-ban így figyelmeztet maga Saul. Senki se csalja meg magát, ha valaki azt hiszi, hogy bölcs, ti köztetek-e világon, bolond legyen, hogy bölcsé lehessen, hiszen az, aki azt hiszi, hogy mindent tud, az, aki bolondá lesz Elohim előtt. Azonban a 19 a legfontosabb, mert e világ bölcsessége, bolondság Elohim előtt megvan írva, megfogja a bölcseket az ő családságukban. Ezek a bölcsek azok, akik ezeket az agyvaságokat összeírták és könyvként kiadták, és később az emberek ezekből próbálják magyarázni az írást. Ahelyett, hogy próbálnak az írást értelmezni, az írás alapján más versek és idézetek segítségével, mert e világ bölcsessége, bolondság Elohim előtt megfogja a bölcseket az ő családságukban. Mindazok a könyvek, amiket ott láttunk, az ez a kategória, ráadásul a Wikipédiáról nem is beszélve. Miért is? Azért, mert 20-as vers ismeri Jahu a bölcsek gondolatait, ez ugye ez a Márkion formák, meg a Tartulian, a keresztény egyházatják, Simon Mágus, a Wikipédia, hogy hiába valók ezek a gondolatok. Ismeri Jahu a bölcsek gondolatait, hogy hiába valók. Miért? Azért, mert a sok könyvek írásának nincs vége, és a sok tanulás fáradtságára van a testnek. Érdekes az, amit Misli, példabeszédek Misliben olvashatunk, 17-es fejezet. Az eszesnek orcájából kitetszik a bölcsesség, a bolondnak pedig szemei országolnak a földnek végéig. A bolond az, aki kutat mindenhol össze-vissza és keresi az igazságot, és mindenféle könyvekből próbálja meg teológiából összeszedni azt, amit meg szeretne tudni az írásból. És ez példabeszédek 17-es fejezetből tudhatjuk meg. A bolondnak szemei országolnak a földnek végéig. Ő az, aki mindenfelé keres, csak ott nem, ahol van. Úgyhogy azzal szeretném befejezni, amit Ézsaiás és Jahu 28-as fejezetben ír, és még egyszer szeretném kihangsúlyozni. Én teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy ez a Simon Mágus, ez az összes könyv, Márkion, Tartulian, a keresztény egyházatják mind félreértelmezték, nem csak Saul írásait, hanem az összes többit, ahogy a 2. Péter 3-ból ez kiderült mindannyiunk számára az elején. Úgyhogy az összes, aki a teológia révén jut, akkor szeretne eljutni az igazsághoz, bárki is az egyházatják írásai, teljesen mindegy, mind félre fogja vezetni az embert. Minél többet tanulmányozza ezt az ember, annál távolabb kerül az igazságtól, és erre figyelmeztet az írás számtalan helyen, hogy a világ bölcsessége és az a sok könyv, az teljesen hiába való. A lényeg azonban az, hogy ha amennyiben meg akarjuk cáfolni azt, amit írnak, akkor muszáj, illetve az írásban kell maradnunk, hiszen különben ugyanott tartunk, ahol ők, és elkezdünk filozofálni, meg a logika segítségével kikövetkeztetni azt, amit mi gondolunk, az pedig ez egy probléma, hiszen Ézsaiás és Jahu elmagyarázza
a hua segítségével, hogy hogyan is kellene az írást értelmezni. 9-es. Kit tanít tudományra? Ugye a kérdés az, hogy ki az, akinek megmutatja az igazságot a tudomány, az ő szava, az instrukciója, a tora, mi a jelentése ezeknek, hogyan kell járni az utat? A tanítást kivel érteti meg? Kik azok, akik valójában meg fogják érteni? Kik azok az emberek, akik megérthetik ezt? A tejtől elszakasztottakkalé, és a csecstől elválasztottakkalé. Ugye azok, akik az alapokon túljutnak, akik megértik azt, akik már nem bébik, akik már nem csecsemők, akik túljutnak. 10-es, mivel parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály. Itt egy kicsi, ott egy kicsi. Értelmezi az írás saját magát, amennyiben képesek vagyunk. Egyik fejezetből a másikba, egyik könyvből a másikba, egyik idézőjelbe testamentumból a másikba ugrálva megmagyarázni azt. Itt egy kicsi, ott egy kicsi, megmagyarázza a könyv saját magát. Ehhez nincs szükségünk egyházatyákra, Simon Mágusra, vagy Márkionra, vagy Gibbs Jakab könyvére a Cambridge-i egyetemről. Ehhez pusztán egy könyvre van szükségünk, ami 66 könyvből áll, itt egy kicsi, ott egy kicsi, és megértjük az egészet. Dadogó ajakkal idegen nyelven fog szólni e néphez. Ő, aki ezt mondá nékik, ez a nyugalom, hogy nyugtassátok meg a megfáradottat, és ez a pihenés. És nem akarták hallani, mi a pihenés? Az igazság, az ő törvényeiben való élet, az a pihenés, amiről ő beszél. Ezt akkor értjük meg, hogyha itt egy kicsi, ott egy kicsit olvasunk, és megpróbáljuk így értelmezni. Ehhez vagy megvan az embernek a képessége, vagy nincs meg. Azonban teljesen mindegy, a lényeg az, hogy ha amennyiben eltávolodunk az írástól, minél távolabb kerülünk tőle, minél többet olvasunk össze-vissza az agyvaságokat, annál jobban össze fogjuk zavarni magunkat. 13. És lőn nékik Jahua beszéde parancsra új parancs, szabályra új szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi. Újra megismétli, hogy tudja mindenki, hogy ez folyamatosan épül fel ez az út. Az ember tanul, elválasztódik a tejtől, és nő akár csak egy gyermek. Azonban, ha nem úgy közeledik, mint egy gyermek, nem teljesen tiszta lappa, hanem hozza magával a keresztény elméleteket, a katolikust, a buddhistát, az akármit, akkor nem csecsemő, hanem valahol útközben próbálja azt a spirituális rendszert, ami a fejében van, azt próbálja átépíteni, ahelyett, hogy elkezdeni az alapoknál, elfelejteni azt, hogy a keresztények így értelmezik, ez úgy értelmezi, amaz meg úgy, elkezdeni a nulláról, és azt mondaná, hogy egyik szabályra, a másik szabály, egyik parancsra, a másik parancs felépülve, innen olvas, onnan olvas, ebből az egy könyvből, amit Bibliának hívnak, ami az írás, ami a Hua szava az elejétől, ugye egy Mózestől, Jelenések könyve végéig. Így érti meg az ember. 13. Vége, hogy járjanak, és hátraessenek, összetöressenek, törbe jussanak, és megfogassanak, mert nem hallgattak rá. Remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót, senkit nem szerettem volna megbántani, és bár nem értek egyet azzal, amit az elemzett videóban találtunk, biztos vagyok benne, hogy a szerzője jó szándékkal készíti őket, és a célja ugyanaz, mint ami mindannyiunknak, hogy a helyes úton járjunk, és másokat is erre segítsünk. Azonban csak egy helyes út van, és nincsenek helyes utak, és minél több könyvet használ az ember, minél több filozófiát, logikát, teológiát, annál távolabb kerül a valóságtól. Egyetlen könyv kell ahhoz, hogy megértsük Jahua útját, ez pedig egy Mózestől Jelenések könyve végéig az írás, amit Bibliának hívunk, ebben található. Nem szeretnék senkit megbántani, vagy pedig támadni ezzel, de fontosnak tartottam azt,
hogy ebbe a káoszba, ami amúgy is van, és még ezáltal tovább fokozódik, legyen egy olyan vélemény, ami ezt a csatornát elhelyezi ezen a térképen, és mindenki tudja, hogy hol állunk. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!